Változókor, én nem változom. A podcast, ahol ledöntünk egy régóta létező tabut. Szép napot, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Változókor, én nem változom című podcast sorozatban, ami a második évadot éli már meg Claudia én én vagyok, én leszek a moderátor, én terelgetem a beszélgetéseket. És hát ez egy hatrészes beszélgetés sorozat, aminek egyértelmű célja, hogy a tabukat döntögessük a változókor témájában, és segítsünk a 40 év feletti nőknek abban, hogy könnyebben éljék meg ezt az időszakot, ami kívül belül megváltoztatja tényleg a nőket. De legelőször megköszönnénk a Visinek és a neovadio termékcsaládnak, hogy támogatja ezt az érzékeny témát, és létrehozhattuk ezt a beszélgetés sorozatot. Klimax, változókor, menopauza, banyakor. Csodálatos a magyar nyelv, mert rengeteg szinonímát lehet találni, hogyha az ember fellapozza az internetet erre a korra. És hát az az igazság, hogy a baráti társaságokban is, hol ironikusan, hol kedvesen, hol egyébként egyetértően, vagy megértően próbálnak az emberek erről beszélni, de vajon milyen a médiában a megítélése a változókornak? Hogyan áll a női sajtó a menopauza témájához? És hogy fölvállalják-e a nők nyilván ezt az időszakot, hogy a híres nők közül ki az, aki egyáltalán akár külföldön vagy Magyarországon beszél erről. Hát itt van Kuruc Adrián, a VMN online női magazin főszerkesztőhelyettes, aki beszél erről a témáról, és akkor aki már immáron 20 éve, ha jól tudom, rengeteg riportot készített egészségügyi témában, de nagyon sokféle helyzetben találkoztam már nőkkel. Na, hát kezdjük a legmélyebb ugrással. Mit gondolsz? Milyen a magyar megítélése a sajtóban a változókornak? A, az az érdekes, hogy mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor néztem számokat, és magam is meglepődtem, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sok találat van menopauzára. Én azt hittem, hogy sokkal kevesebb, tehát ez nekem egy meglepetés volt, ezt ki is írtam, hogy ezer találat volt. Tehát ennyien keresek rá? Igen, tehát, vagy ennyi, ennyi nem, tehát ennyien, ennyi találat van erre a szóra. Tehát, amit, hogyha akkor... te beírod a keresőbe mm -hmm. a menopauzát, akkor ennyi találatot fogsz rákapni. Ebből válogathatsz, hogy mit akarsz olvasni. És ez engem ez még engem igencsak meglepett, ami viszont nagyon érdekes, hogyha egy kicsit viszont elkezdjük megnyitogatni a találatokat, és nem csak az első ötöt, akkor azt veszed észre, hogy leginkább egészségügyi, portálok cikkeit fogod találni. Tehát az egész körülbelül úgy van kezelve, mint hogyha mondjuk arra keresnél, nem tudom, tippeket, hogy hasmenésed, vagy hasmenésed ha van. Tehát, hogy egy betegség. Egy betegség, mint hogyha egy betegségről lenne szó, legalábbis ha egy mars lakó elkezdenek utakodni a mi internetünkön, akkor azt gondolná, hogy mi lehet ez a menopauza? Hát ez valami korság a nőkön valamikor. És akkor, hogy egyre többet olvasna, akkor, akkor is meg me egyre jobban megerősödne a baj, te jó ég ezek a szegény földlakók, hát itt Zadnak össze-vissza meg. Nem alszanak meg, meg rossz a közérzetük, meg hőhullámaik vannak. Hát, tehát, hogy az, ez, a, ez, a, kép alakulnak ki bennünk, és szerintem az olvasókban is valami hasonló alakul ki, hogyha mondjuk elkezdenek olvasgatni, és még saját magukon nem tapasztalták, hogy én most mindjárt beteg leszek. Igen, azért azt ne vegyük el, hogy ez valóban fizikai tünetekkel járó helyzet, Igen. vagy élethelyzet az ember életében, egy nő életében, és, és ugye nagyon sok évvel ezelőttre nem tudom, visszanyúlni, amikor erről elkezdtek írni. Hogy mennyi információt adnak ezek a cikkek, mennyire informatívak, és valójában azokra a problémákra, amiket a nők, nőket érinti, az arra, arra ad megoldást. Egyfelől Egy informatívak, tehát hogyha te össze akarod szedni az egészségügyi infokat erről, akkor összetudod a netről. Főleg nagyon-nagyon sok nőgyógyász, orvos nyilatkozik ebben a témában, és ők, ők elmondják azt, amit tudni akarsz, mindenféle táborok is vannak például a hormonpotlás kapcsán, de, de hogy úgy, úgy, úgy azért szerintem ki lehet okosodni. Amiről sokkal kevesebb van, az a perimenopauza, megpróbálom kimondani az ott, perimenopauza, ugyanis valahogy úgy van kezelve ez az egész menopauza kérdéskör, hogy egyszer csak beüt, letarol, és onnantól te ebben vagy benne. És az, hogy előtte évekkel már különböző tüneteid lehetnek, azt például sokkal kevésbé mondják el. És ez, ennek azért van jelentősége, mert sok nő azt hiszi szerintem így 40 körül, hogy elmentek otthonról. Tehát, hogy valami van, most biztos el kell válnom, vagy, vagy nem tudom, valami új hobbit kell találnom legalábbis sürgősen, mert különben, mert különben el fog menni az eszem. Tehát az a lényeg, hogy itt azért ezt elmondom, hogy mi... hogyan észlelhetik ezt, mert ugye ez az, amikor marami nehéz azt eldönteni, hogy most azért izzadok, mert melegen van, vagy azért izzadok, mert perimen a pauzám van. Tehát hőhullám, alvási problémák, hüvelyszárasság, és olyan mentális tünetek, mint a depresszió, hangulat, ingadozás, szorongás, pánikroham, ingenlékenység, fáradékonyság, és ezek mind erősebben jelentkeznek. Szerintem rohadt nehéz kitalálni, hogy most éppen abba vagyok, vagy sem. És Igen. most elmenjek-e orvoshoz, vagy sem? Tehát, hogy, hogy mi a, tehát, ugye ti csináltok erről, tehát erről is volt cikketek, és megdöbbent, mert láttátok, hogy vannak komolyan nagy ellentétek emberekben, hogy, hogy miért kell erről beszélni, vagy hogy, vagy hogy egymásnak is feszülnek emberek kommentekben. Igen, nagyon-nagyon érdekes ez, hogy sokféle szempontból írtak már nálunk erről a témáról szerzők. Egyrészt írtak belsős kollégáim is. Van olyan kolléganőm Bot Gabi, aki például hőhullám hercegnőnek apostrofálva magát tök őszintén írt a hőhullámokról. Ezt, ezt nagyon jól is fogadták egyébként az olvasók, egymásnak adtak tippeket, nagyon jó kis párbeszéd alakult ki, hogy mit lehet ezekben hülye helyzetekbe csinálni, amikor az emberről mint majd szakad a víz, és ott van egy olyan helyzetben, amit tök kellemetlen. Nagyon, ez, ez, nagyon jól, jól sikerült, viszont én konkrétan az én egyik szerzőmmelő elő külsős kollega fordult elő, nem is újságíró egyébként, csak én érintőlegesen dolgozik a médiában, és ő megírta tökő szintén ezt a, az, nagyon jó, hogy egyébként említetted ezt a hüvelyszárasságot, mert például ez egy, egy, tipikusan olyan terület, amiről sokkal kevesebbet lehet olvasni, mert ezt nagyon sokan szégyelik. És ez a, ez a, ez a nő tök összintén és nagyon jó stílusban írt egy remek publicisztikát arról, hogy ott van ő, nem tudom, 50 és 60 között valahol, a, a férjével már nem olyan az ágyban, és hogy ezt hogy kommunikálta ő le, meg hogy hogy tudták ezt végül megbeszélni, mi lett a megoldás. Szerintem egy nagyon helyes írás volt, és valamiért szétszették az, a, kommentek komment szekcióban. szempontból? Olyan szempontból, hogy túlzottan nyitott ez, nem kíván, nem jó Ez kéráncsi, amikor tudod, az minden... az élőfába belekötve a stílusba, vagy egy-egy szóba, tehát nem igazából azzal volt problémájuk, hogy ő erről ír, vagy hogy ez mint probléma létezik, ez, ez oké okay volt. De valami miatt mégis azt éreztem, hogy olyan dühöt váltott, váltott ki a komment szekció. Mondjuk ez máskor is előfordul, ami kicsit néha érthetetlen kívülről, hogy miért, és nem is lehet sokszor megfejteni. De akkor ott azt éreztem, hogy, hogy megvonták ettől a szerzőtől ezt a női szolidaritást, ami olyan fontos lenne ebben a témában is. Hogy ne, ne, bántsuk már egymást. Lehet, hogy ő máshogy éli meg, de... Igen, bár én azt gondolom, hogy azért, amikor valaki ezt ennek kiteszi magát, ezt mm. én magam is saját magamról tudom, hogy, hogy, hogy abban benne van. És azt valahogy át kell konvertálni az embernek, hogy... De, de azt... Át tudod? Hát igen, mert valószínűleg annak, akinek ez fájdalmat okoz, vagy nagyon betaláltunk, és, és egyébként lehet, hogy utólag fogja majd mm. ezt egyszerűen magáévá tenni, és azt gondolja, hogy hát én magam is ezzel küzdök, vagy soha nem fogja bevallani magának. Tehát ez egy nagyon nehéz ügy, szerintem a, a komment, az, 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 azt nagyon máshogy kell kezelni, de, de nagyon fontos, hogy, hogy például azért az elmúlt időben szerintem az igazán ütős, amikor valaki a saját vallomását adja. Tehát, hogy azért, azért egyértelműen látszik, akár a közösségi médián, vagy bárhol, hogy elmúlt annak az időszaka, hogy már annak örülnek, hogy valaki így csinált, és van, hanem valódi tartalomra vágynak. Tehát nálatok azért nagyon komolyan megkapják ezt. És, és például egy ilyen helyzetben, amikor van egy ilyen erős cikk, akkor, akkor ti hogyan próbáljátok ezt, vagy hogyan, hogyan érzed, hogyan kell ezt tisztába tenni? Tehát hogyan, hogy mit látsz, hogy mennyire uh, vannak az emberek felkészülve egy ilyen helyzetre, mennyire olvasottak, vagy mindig ugyanazok, azok, azok, akik igazán tudják, hogy miről van szó, vagy azért nyílik ez az olló, és egyre több nő mer uh, őszinte lenni. Szerintem egyre jobban mernek a nők ebben a kérdésben is őszinték lenni, mert ha, ha mondjuk visszagondolunk a gyerekkoromra, a gyerekkorunkra, nem tudom, hogy ez mondjuk a te családodban hogy volt, de nál, nálunk még, én arra emlékszem, hogy például a menstruáció is egy tabu dolog volt, tehát azt mondta, apuk, a, a azt mondta nagymamám, hogy betétet nem lehet előhagyni, most nem a használt betétről beszélek, hanem a csomagok, Becsomagolt csomagról, ami még mondjuk, nem is látszottak benne a betétek, csak maga a csomag, és azt mondta, hogy az nem illik előhagyni, apád is itt van a házba. Tehát ez, ezt én, én, én akkor én nem is gondoltam ebbe bele, csak hát elraktam, és úgy utólag jönnek ezek vissza, pedig mert tök jó fej nagyanyám volt, mindenben nagyon laza volt, de ebbe nagyon nagyon következetesen titolozó. konzervatív. Igen, volt, konzervatív. Uh -huh. És és ugyanez volt nagyjából a, a különböző nőgyógyászati műtétekkel, ha valamelyik nőnek a családban volt, arról nem nagyon lehetett beszélni, nem is nagyon látogatták a férfiak, most nem, egyébként nem az apámra célzok, mert ő nagyon empatikus. Vagy például mondjuk az, hogy mint menopauza, mint olyan van, én nem is tudom, hogy mikor tudtam meg, mert hogy erről sem beszéltek a nők. Ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán. Például édesanyától, vagy valaki töltött nő, női, család, női családtagoktól, észrevette-e? De... Anyukám szerencsére nyitott, de és, és, ugye amikor én még kislány voltam, akkor ő még bőven, bőven fogamzóképes korban volt, és ott kis testvérem is tehát én eléggé láttam, ráláttam ezekre a női dolgokra, meg ő nem is tabusított, viszont a nála egy generációval idősebb, ami még nem sokkal idősebb, mert hogy a, a, a nagymamám nagyon fiatalon lett anya, de ő például hiába volt 49 éves, tehát gyakorlatilag alig idősebb, mint most én, amikor én megszülettem, neki már ezek a ő, ő már tulajdonképpen ön, önmagát egy egy, hát most lehet, hogy csúnyán hangzik azt mondom, hogy vénasszonynak titulálta, Igen, de nagyon jó, pontosan azt gondoltam, hogy ezt fogod mondani, hogy eltemették a nők magukat egy, ahogyan a változókor akár történt, és Igen. onnantól kezdve én egy, egy idős néni Mond, vagyok. Mondok neked egy tök durvát, nálunk az volt a családban a szokás, hogy amikor egy nő a bajta a menstruációt, ezt később anyukám mesélte, ezt akkor még nem tudtam, széttolták az ágyat a szobában. Egy szobában lakott, mondjuk például az én, Déd, dédanyám, testvére mindegy, szóval egy idős rokon együtt lakott a férjével, egy, egy szobakonyhában laktak, és amikor abba hagyta a menstruációt, széttolták a, a, két, az ágyat, a, a dupla ágyat a, a, szoba két sarkába. És én, ezt, én már úgy születtem meg, hogy ők már így szét voltak, de ezt később mondta az anyukám, hogy ők addig együtt aludtak, amíg, amíg ez így volt. Ha ja, belegondolsz, hogy ez nem rég volt, tehát nem milyen rég. nehéz ezt egyébként leküzdeni vagy Igen. ez ellen tenni és valahogy máshogy a gondolkodást átállítani, mert azért az embereknek a nagy része Magyarországon is tehát nem a városokban él, és szerintem vidéken még nehezebb ez, tehát még még inkább nehéz erről beszélni. Ezért nagyon fontos, hogy ti hogyan kommunikáltok mondjuk Igen. az online felületeken, érted, a vmn en hogyan, szerinted, szerinted mi az a jó cikk, vagy mi az a jó ö, gondolatsor, amivel át tudjátok vinni mondjuk ezeket a témákat? Talán egyszerűen csak annyi a trükk, hogy nem kell félni kimondani azokat a szavakat, amiket egyébként... Ö, egyébként így a hétköznapokban mondjuk használunk egymás között. Mert azért szerintem már talán így, így egymás között egy, egy, társaság, nem is nem egy társaságban, mondjuk két barátnő, vagy két kolléganő, vagy akár két nő, akik valamilyen helyzetben szolidárisak lesznek egymással, például tanulja lesz egy másik nőnek, hogy éppen hőhulláma van, vagy, vagy nincs ol, és elmondja, hogy ilyen menopauzás tünetei vannak, ezeket szerintem már meg lehet beszélni. És ugyanez van a sajtóban is, hogy, hogy ne, ne kezdjük el visszatabusítani ezeket, vagy orvosi nyelven beszélni. Nagyon nehéz szerintem nagyon nehéz, mert pont most, hogy mondod, eszembe jutott, hogy ha ugye rengeteget forgatok, és mondjuk általában belekerül a menstruációs időszak. De nem azt mondom, hogy menstruálok, hanem megvan. Tehát, hogy nagyon nehéz még a saját barátnőim előtt is, meg azok előtt, akik ezer milliószor láttak, mert ebben szocializálódtam. És a magyar nyelvnek, ugye vagy orvosilag tudod kimondani, akár például a férfi nemi szervet, a nőid, vagy van valami csúnya szó rá. Tehát nagyon-nagyon nehéz azért ezt azon a mesdjén vinni, hogy, hogy ez, 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 érezhetően átdöntsön, vagy ledöntsön egy tabút, vagy átlépjen egy egy határt, De ne az legyen, hogy vulgáris vagy nagyon olcsó. Igen, igen. Nem könnyű. Az a hogy nálunk viszonylag szabad keze van a szerzőknek. Tehát olyan, hogy például én szerkesztőként, például egy csúnya szót kihúzzak a cikkben, most nem ebben a témában, de bármiben egy káromkodást mondjuk, az nagyon indokoltnak kell. Ha úgy érzem, hogy öncélú egy bizonyos ponton, akkor kiszedem. De egyébként nem szedem ki, mert azt gondolom, hogy ez is a nyelvünkhöz tartozik. Tehát nyugod, nem, adja a szerző is saját magát. Hát azért lépjünk egy picit tovább, vagy át a határoinkon, mert talán, és erről mindig szó van, hogy talán egy kicsit szabadabban gondolkoznak erről, vagy másként, vagy, vagy, talán régebbről datálható az, hogy, hogy már mernek erről beszélni emberek, és hát vannak rá példák, hogy külföldön a nők egy kicsit jobban vállalják ezt, vagy megpróbálják jobban fel van, és nagyon fontosak ezek az úttörők, például mint Michelle Obama, aki ugye nagyon nyíltan beszélt arról, hogy ő benne van a menopauzába, vagy a változókorba, és hogy amikor mentek valamilyen helikopterrel Barack Obama-val, és akkor jött a ő hullám, és hogy <laughs> ez te, hogy most ennyi, nem <laughs> tudom, adjatok valami kockát az arcomba, hogy ezt az Obama tök jól megértette, és nem, tehát hogy valószínűleg ezt ők megbeszélik, tehát mennyire nehéz lehet mondjuk az amerikai elnök feleségeként, amikor éppen az egy eseményen, és ott fulladsz meg, vagy vörösödsz, vagy szó pont azok a nehézségek jönnek, vagy mondjuk ingerlékeny vagy. Vagy ott van Gwyneth Paltrow, vagy nagyon-nagyon sokan, akik ö, vállalják ezt. Mennyire fontos ez szerinted, hogy híres emberek erről Szerintem nagyon, hiszen akkor az emberek, akik ezt látják, úgy gondolják, hogy akkor ez felvállalható. Tehát nem kell nekem titokban szenvedni. hogy mondhatom azt, hogy ma nem veszek részt egy rendezvényen, nem megyek el mondjuk nem tudom, moziba veled, mert éppen náthás vagyok, nem érzem jól magam, úgy miért ne lehetne azt is kimondani, hogy figyelj, most ez nekem annyira nehéz ez a nap. Én ma, ma nem tudom, zizi vagyok, vagy, vagy ez van, nehéz időszakban vagyok. Tehát, hogy erős, ezt is lehessen úgy kezelni, mint egy teljesen normális állapot. Egyébként az az érdekes, hogy mi nők végül is így hullámvasodazzuk végig az életünket. Tehát, hogy nagyon fegyelmezettek vagyunk sok esetben, is, talán túl fegyelmezettebbek is, de hogy azért tényleg, tényleg, van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen vonulat, hogy nem csak, nem csak, a menopauzában vannak mindenféle hullámvölgyeink, hiszen, hiszen havonta, havonta változott korábban is mindig a hormonszintünk, vagy például maga a, a, terhesség alatt is azért vannak kemény helyzetek, amit ott mondjuk gondom te is dolgoztál végig, tehát hogy ezek, amikor ekkora hassal próbálsz valahova belavírozni, egy be, oldalazva, és közben azt érzed, hogy mindjárt megszülsz, és az interjú alany még beszél, nekem konkrétan így volt valami, ráadásul valami jó, jó komoly olyan téma, amit még úgy félbe se illet szakítani, és kicsit meg kellett volna rendülni, de én azon gondolom, hogy... csak elment a magzatvíz, de nyugodtan mondja, hogy szóval semmi. Igen, nem, igen, ez igen, nem, jelentett nem baj, problémát, profi szóval vagyok, profi vagyok, Én folyrok. tudom, ezért nem is mondom, mert nekem az utolsó héten még avas Henrik masszírozta a lábamat, tehát a, a mokába, a lányomnál, a fiamnál meg ott ültem a, sztárba, a sztárba. Tehát, hogy szóval ez, én ezt pontosan tudom, Egyen. de inkább ezért is fontos, hogy, hogy ki az, aki hiteles, ugye? Ki az, akit elfogadnak az emberek, amikor beszél egy ilyenről Magyarországon, még kevesebben merik ezt vállam a szemérmesség miatt, vagy amiatt, hogy akkor rögtön azt mondják rájuk, ja Istenem, ezek a nők, tehát megint kezdik. Egyébként ez egy kedvenc témám, hogy szerintem nagyon sok nő kap attól hidegrázást, amikor egy férfi azt mondja neki otthon, hogy jaj, tudom, mindjárt meg fog jönni, de már azért vagy ilyen. Nem, azért, mert tényleg nem csináltad meg azt, amit kértem. Nem azért vagyok hideges, hanem azért, mert nem ütötted be azt a szöget, amiről beszéltünk, hogy be fogod ütni. Tehát ez is egy nehéz ügy, mert van egy kor, amit, amikortól kezdve Ö, még egy ilyen bugyorba is berakják a nőt, hogyha menopauza, hogyha változókorban van, hogy ez biztos azért hülye, Na, bocsánat, hogy egy ilyen szót használok, mert biztos most klimaxol. Nem? Igen, Tehát, hogy ez is, Igen, egy ez nehéz... is végig kísér minket egész életünkben, hogyha hülyék vagyunk, akkor mindig megkapjuk, hogy biztos menstruál, biztos terhes, biztos nem tudom mi, biztos menopauzában van, de ezt nem ilyen szépen mondják, hanem valami olyasmit, mint amit most nem mondok ki. De pont azért van ez a sorozat is, hogy egy kicsit Reméljük, hogy férfiak is nézik, vagyis nagyon ajánljuk nekik, mert egyébként sokat tanulhatnak. Hát hogy hát működjön? Tehát, hogy pontosan kezelni. Van olyan barátnőm férje, aki azt mondta, hogy oké, okay, tudom, jó üvölcsön, tehát, hogy semmi, közelébe se szabad menni, akkor őt ő elrohangál, elüvöltözik, és aztán, fuf, elmúlt a hőhullám, elmúlt ez a, a banyakór, és akkor utána minden úgy megy tovább, ahogyan kell. Uh, Egyébként az, hogy például mondjuk egy, ugye egy színdarab is bemutatta ezt Magyarországon, igen, a, menopauza. a Menopauza című színdarab, milyen meglepő, hogy ez a címe, igen. és csodálatos színésznőink szintén vállalták, mondjuk színésznőként, de természetesen ezzel egy picit az ember össze is köti azt, hogy a menopauza jelensége, mint olyan ott van. Mennyire fontos? tudom, tudom, hogy ti nem híres emberekkel készítetek riportot, de, azt is. de hogyha igen, akkor, akkor mit érzel, hogy, hogy Mennyivel nyitottabbak mondjuk mostanők egy ilyen témára, mint 20 évvel ezelőtt? Én például nagyon imádtam, a, ugye a, a mi magazinunknak vannak videós tartalmai is, és van a Détot Krisztának az Elviszlek Magammal című nagyon-nagyon sikeres beszélgetős műsora, és abban például a hadas Kriszta tök nyíltan beszélt arról, hogy igen, klimaxolok, igen, nem tudom, szakad rólam a víz. Tehát ő, ő olyan, olyan vagányú kezelte ezt a dolgot, hogy szerintem az teljesen példaértékű volt. Úgyhogy én imádtam például azt a műsort. Ennek kapcsán én nagyon fontosnak tartom beszélni arról, hogy van ez ugyanez, úgynevezett életkor miatti hátrányos megkülönböztetés. Oh -oh. Hát ez is elég szorosan a témához tartozik. Uh -huh. Mi nők egyébként hajlamosak vagyunk arra, hogy most aztán mindig úgy érezzük, hogy minden miatt meg vagyunk különböztetve, de, de biztos vagyok benne, és ezt én magam is állítom, hogy azért, hogyha végignézzünk akár reklámokat, középkorú nők, vagy a fölöttiekkel, hát nagyon kevés dolog, dolgot találsz. Akár Televízióban, filmekben, bárhol. Inkontinencia. Igen, betétre. Igen, ott-ott leragadt ez igen, a dolog. Igen. Tehát, hogy ez, ez mint egy ilyen megszűnt létező korosztály. Egyébként pontosan azért, amit akár a nagymamáról mondtál, vagy egy nagymamáról, hogy ő neki hogy ő tényleg olyan, mint, hogyha ott, ott megszűnt volna nőnek lenni, kettét tolták az ágyat, és akkor ott volt. És közben képzeld -e, de, hogy még a, a halálos ágyán, nem tudom, 94 évesen is ö, ki, ki, Tehát nála ő mindig azt mondta, hogy net. Hogy mindenki, aki neki net volt, az, az, neki net volt, nem csinos, vagy nem tudom, takaros, vagy net. És ő is egy nagyon net néni volt. Nem is volt néni, egy, egy, tényleg egy úrinő volt, mint az ilyen, egy régi filmsztár. és, és mégis, és mégis, mégis szétolták az ágyat, és mégis úgy valamit ott lezárt. Aztán persze, hogy nem mentek -e át egymás ágyába, azt nem tudjuk. tudom. De... Azt nem tudjuk, meg azt se, hogy ilyen, hogy ő is örült ennek a széttolásnak, Le... de, hát ez egy igen. másik kérdés. Igen, viszont, ez egy másik kérdés. Viszont visszatérve arra, hogy... Ö, ugye azt szokták mondani, mondjuk például pont Goldie van egy ilyen példa, hogy írták rá, hogy korához képest egész jól néz ki. Igen, igen, igen. Ez fáj, fáj, mondjuk egyébként az még mindig jobb, mint hogyha azt mondják, hogy Istenem, hát ennyi idős, és ennyi éves, és már így néz ki, az, az, az megint egy másik megkülönböztetés. Ez uh, annyira boldog vagyok, hogy ez szóba kerül, mert ez mindig a, mindig a veszőparipám, és még, még, hoztam egy pár mondatot, mert nem tudom neked ezt most nem elmondani. Például ilyeneket, ezt körülbelül 10 perces kutatónkával talál az ember ilyen gyöngyszemeket, hogy jól néz ki fürdőruhában, a korá magához képest pláne. Vagy ezeket vezető női, női, portálok címeiből veszem. Ők azok, akiknek 60 felett sincs mit szégyelniük, nézd meg a fotókat. Mit kéne szégyelni 60 fölött? Mit? Aztán még egyet mondok, aztán leállok. Madonna, voltam, hallgatom szívesen. Madonna tudja az örök fiú arc titkát, vagy képtelen tisztességgel megöregedni? Ez a híradóban volt. Azt hiszem a híradóhu nról szedtem ki. Tehát ez nem női portál, de a közszolgálati televízió. Tehát, hogy... Hát ez be, ezek a, a, mérgező. A, Hát ez a klikvadászat is van ebben, tehát hogy oda, oda kattintsanak, és akkor az érdekes, de egy biztos, amit mondasz, ez mérgező tud Ez lenni. mérgező, és szerintem ez emberisége lenni, vagy nő kell nem, emberisége lenni bűncselekmény. Tehát, hogy azt, azt mondani, egy, hogy, hogy nem öregszik tisztességgel az, aki harcol a kor ellen, vagy ő úgy érzi jól magát, hogy valamit csinál az arcával, és hogy ez nem tisztességgel, meg hogy a korához képest jól néz ki, meg hogy most mi, 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 mi tehát hogy egyszerűen az, az agyam eldobom mindig, tényleg. Nagyon mérges vagyok erre. Igen, bár szerintem megint pont ez is egy úttörő kis cipőben jár ez a dolog, hiszen, hiszen most van az, hogy fordul a kocka, és már ez a fajta mindent szépítünk, és minden jó, annak van egy opozitja, hogy akkor megpróbálja mindenki a naturvalóságot megmutatni. Nagyon nehéz szerintem ezt, a, ezt, ezt valahogy jó, jó balanszba hozni főleg úgy, hogy a nők is keresik a saját útjukat. Tehát amikor még nem is merünk beszélni a menopauzáról, akkor hogy várhatjuk el, hogy amikor ez megtörténik, vagy túlmentünk rajta, akkor, akkor milyen nők legyünk? akkor mivé váljunk? Mit szeretnének, hogy akkor most őszüljünk meg, mert most ez is egy trend, hogy akkor most őszre hagyom a hajam. Akkor azt is kikezdik, hogy de miért akarod őszre hagyni, akkor most ez ilyen hú, de natur vagy. Miért nem hagyjuk azt, hogy mindenki olyan legyen, amilyen szeretne, vagy szóval mi nem fogadjuk el? Szerintem ott kezdődik a probléma, hogy valami módon a szépség túl van dimenzionálva. Tehát, hogyha ha, ha, megnézed például, hogy ö, hogyan dicsérik a kis, kisgyerekeket, a lányoknak nagyon sokszor mondják hogy milyen, milyen szép vagy, még milyen gyönyörű vagy, amivel nem azt akarom mondani, hogy nem azok, hanem csak azt akarom mondani, hogy ez a tulajdonság van leginkább kiemelve. A fiúknál nem. Tehát ott az, hogy milyen vagány vagy, milyen ügyes vagy, milyen okos vagy, az sokkal, sokkal hangsúlyosabb. A kislányoknál mindenki azt, azt, azt tartja fontosnak megdicsérni, hogy hogy néz ki. És ettől az, az van az ő fejükben, hogy legeslegfontosabb fontosabb az, hogy jól nézzek ki. Tehát én, és később is ezek, a, amiket felolvastam a címek, ezek mind arra utalnak, hogy ilyen, ilyen szűrőn keresztül ítéltetik meg az összes nő. És én ezt egy rendkívül megalázó és méltatlan dolognak tartom, hogy van egy csodálatos színésznő, és akkor azt firtatjuk, a, a, én nem firtatom, de hogy azt firtatják a médiában, hogy 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 egyébként meg, hogy néz ki fürdőruhában, meg. Tehát miközben egy csodálatos, értékes ember, aki fantasztikus sokat ad a nézőknek azzal, hogy, ahogy feltűnik a filmvászon, a színpadon, Igen, a tévében. De ez az azért van, mert erre kíváncsiak az emberek. Tehát, hogyha nem lenne erre kereslet, akkor nem lenne kínálat. Tehát azért ez sose szabad elfejteni, tehát én magamról tudom. Tehát a, a, volt egy olyan év az életemben, amikor majdnem annyiszor voltam címlapon, mint Zámbor Jimmy. Ez egy szörnyű év volt egyébként, tényleg az életem legszörnyűbb éve volt, de erre nincs mit tenni, és olyan címlapok és olyan dolgok, ami nagyon nehéz egyébként emberként normálisnak maradni, hogy utána ne azt gondolt, hogy, hogy ez egy micsoda furcsaság, hogy ezeket írják rólam, hogy mind hazugság, vagy a fele, vagy a háromnegyede, de vagy a 98 százaléka. És, és ezt valahogy elviselni, és egyébként azt is, hogy megítélnek valóban. Két kilót hízott, 4 négy kilót fogyott. Ez is egy... Ez, egy, ho, ez egy hogy érint ez ezzel foglalkoznak? ez is egy tipikus dolog, hogy mi ú, de jó, sosem mondja senki, hogy ó, de jól hisztá ki, híztál, állati jó, <laughs> ó, de jól ki, fogytál, nagyon jól lehetett, nem? Tehát az, tehát soha, ez az egyik mondat, ez sosem ebbe a kontextusba, a másik mindig van. Igen. Alapvetően szerintem ez is egy ilyen civilizációs probléma, de benne élünk, és mi magunk is ezt a dolgot azért görgetjük előre. Én úgy szoktam ezen gondolkozni, hogy igen, vannak jobb napjaim, vannak rosszabbak, én nagyon kritikus vagyok magammal szemben, de az biztos, hogy jelenlegi koromban sokkal bölcsebb vagyok mint voltam húsz évvel ezelőtt. És, nem, és nem, ezt, nem olvasod el, vagy hagyod, hogy hm. érdekel? Nem, nem, nem szoktam bele foglalkozni. Tényleg nem szoktam elolvasni. De mondom, mindig az az érzésem, hogyha én is bármit kirakok, vagy kiteszem magamat ennek, és egyébként nagy szerencsém van, mert alapvetően inkább 90 ban szeretnek. Nem tudom, a többiek azok mit csinálnak, de, de szeretnek is, hogyha valaki gonoszat ír, azt megeszik a többiek. Én hagyom is. Ennek, ennek ez, az én esetemben ez nagyon jó módszer. Nem szabad beleállni ebbe, mert annak csak rossz lesz a vége. Meg úgy gondolom, hogy pontosan ez a nyíltság, az önazonosság, az nagyon sokat segít hogy nem kaptak még rajta, hogy én valami más csinálok, mint amit mondok. Úgyhogy, úgyhogy én, 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 ezt látom egyébként korrektnek, hogy én, hogy én így viselkedjek. De menjünk tovább arra, hogy mennyire vagyunk példaképek, akár így is, hogy beszélünk erről, vagy úgy, hogy van egy jó kis kamasz gyerekünk, kamasz lányoink vannak, akiknek példaképek vagyunk arra, hogy hogyan éljük át ezt az időszakot, mennyire őszintén, akár otthon. Én vállaltan, megmondom, én még előtte vagyok, érdekel, és most már annyi mindent hallottam itt a podcast során, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre választ kaptam például a, neked is van kamaszlányod, hány éves? 15. 15 éves. Ö, valószínűleg egyáltalán nem érdekli őt ez. Tehát nem fogja megkérdezni soha, hogy anya, mi az, hogy menopauza, csak azt mondjuk látja rajtam, hogy ideges vagyok, és ő is ezt a sztereotípát eldobja, hogy jaj, ha igen, biztos, jön a hőhullám, hú, hú meneküljünk. Uh, szerintem nagyon-nagyon-nagyon szerencsés az, akinek van egy kamaszlány, ami közben ő éppen megy kifelé ebből a és tudom, termékeny korszakból, mert baromi jó tükör. Meg, meg én, én például engem, nekem egy megnyugtató ö, dolog az, hogy látom a folytatást. Egy kicsit úgy érzem, hogy tulajdonképpen nincs tragédia, itt van, a, itt, van a, itt van a, folytatás is majd. Meg, meg látom, látom, rajta azokat a, azokat a kérdéseket, vagy hallom tőle azokat a kérdéseket, amiket adott esetben nekem is föl kéne magamnak néha tenni, csak már túl elfoglalt vagyok, vagy nem tudom, és így a lényeget már sokszor nem látom talán meg. És nagyon jó, mert egy pont egy kamaszlányebet úgy beletrafál mindig szépen, hogy, hogy például olyan, olyan jól el lehet arról beszélgetni, nem is tudom, mikor beszélgettem bárkivel, hogy, hogy miért van ez a szívás, ez a menstruáció például. Ugye, ugye most már ő is évek óta, ugye 15 éves már évek óta benne van, és... És akkor, akkor ők, ők úgy hajlamosak mondjuk azt mondani, hogy de jó lenne, ha ez nem lenne, meg hogyha majd, hogy ez minél hamarabb, ez már, már, nem lenne, és ez micsoda tönkreteszi tulajdonképpen a minden hónap azt az öt napot, pláne, hogyha zűrösebb. És olyan, olyan, olyan tök jó volt ezt például megbeszélni nekem otthon, hogy hogy igen, igen, tehát van vele egy csomó minden, de hogy én például semmilyen nem cserélném el ezt a női voltomat, tehát hogy ez valami, valami én annyira szeretek nőnek lenni. És hogy, hogy, tényleg én is gondolok néha arra, hogy milyen jó lesz, amikor már nem fogok menstruálni minden hónapban, mert hogy, mert hogy Tényleg van vele egy csomó zűr, nekem a fejem szokott majdnem szétesni, másnak a hasafáj van, mindenkinek van valami. Viszont azt is el tudom neki mondani, hogy közben van bennem egy, egy, már egy ilyen pregyász, hogy ez elfogulni, igen, és most már nem az van, mint mondjuk amikor az ember a 30-as éveiben van, hogy hát most nem akarok szülni, de hát még szülhetek, még, még lehet nagyobb családom, és, 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 és ebben, ebb, ebből egyszer csak így, így kievez. Tehát, hogy ez tulajdonképpen nem csak, ez a, a, hosszú mondatokat azért mondtam csak el, hogy a végén kiukadjak oda, hogy ez nem csak egy szívás, ahogy ő fogalmazott, hanem ez egy csodás adomány, hogy, 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 hogy persze, aki ezt annak éli meg, annak és örül lennek, annak, annak egy csodás adomány tud lenni ez a termékenység. És hogy, hogy amíg, amíg, amíg menstruálsz, addig, addig, például még lehet gyereket, ha akarsz, mert persze nem feltétlen kell mindenkinek gyereket szülnie, csak, csak ha, ha, ha ezt szeretné megélni, akkor megélheti. Én már nem élhetem meg. Tehát azért már 47 évesen elég nagy csodának kéne ahhoz történnie, hogy, hogy teherbe essek, de de Tök jó gondolat ugyanakkor az, hogy majd valamikor, nem, remélem azért nem nagyon hamar, de majd nagymama leszek. À, azért azt megfigyeltem, ugye nekem 16 éves a panka, hogy elképesztő szabadsággal beszélnek például. Legalábbis a, én teljesen a, a saját baráti körébe látom a fiúk előtt. Tehát van olyan, hogy van olyan, de rengeteg barátja van a pankának, fiú barátja, akit megkér, hogy vegyél már nekem tampont, vegyél nekem betétet, és elmegy a fiú, és vesz neki. És hogy hát ez elképzelhetetlen volt a mi gyerekte. De már megkértem a férjemet. Hát nem a férjedre gondolok, hanem amikor mi volt. Jó, hogy a évesek. Hát ezt el tudod képzelni. Mert tőlem ez egy nagy lépés volt egyébként. Én Igen. arra emlékszem, mikor, mikor, először megmertem, ő az, az, egyetlen pasi az életemben, akit megmertem erre kérni, azért korábban szerintem nem volt ilyen, de nálam már, hát szerintem az már, amikor már közösen szülsz valakivel, az áttör bizonyos falakat, nem? És akkor, és akkor, akkor neki már volt, volt ez, hogy, hogy és akkor fölhívott a boltból, mert persze nem tudta, melyiket kell, és akkor így távvásároltunk. Táv Tehát, hogy vele már ez így áttör. De az biztos, hogy a mai gyerekeknek ez már nem kérdés. Ez egy teljesen más, és ilyen szempontból, amit mondasz, érdekes, engem nem, 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 foglalkoztat az, hogy mi lesz, ha már ez nem lesz nekem. Tényleg annyira én vagyok ezzel a két gyerekkel, én jól vagyok, minden, minden van együtt, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök nekik. Meg szerintem én úgy vélem, hogy, hogy a túl sokat is foglalkozunk ezzel, tehát hogyha ez egy állandó témává válik, akkor, akkor az legalább annyira métejes tud lenni, mint hogyha nem foglalkozol vele, és nem tudod. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy képbe legyen az ember, pontosan azért is csináljuk ezt a sorozatot, hogy képbe legyél, hogy mi történik veled. Hogy ne csak úgy legyen, hogy úristen, akkor most ez van, és akkor most ez jelenti, ne fél percenként járj orvoshoz, hogy most akkor azért izzadok, mert a hormon, vagy nem izzadok, vagy hogy el kell menni, meg kell nézetni, azt mondja az orvos, akkor nem. Ö, egyébként hogyan ehhez? Értem, tudom, hogy ö, nem magánemberként jöttél, de hogy mondjuk akár ezekhez, vagy akkor az olvasók, hogy állnak, mit láttok a, a hormonpótláshoz? Mennyire izgulnak, mennyire félnek, hiszen nagyon sok éven keresztül azt lehetett hallani, vagy azt olvasta az ember mondjuk a sajtóban, hogy ez valami nagy mumus. Erről van-e szó ezekben az írásokban? Én, én most is úgy észlelem, hogy azért a többség az nagyon tart tőle, hm. Sőt, én már beszéltem patikussal is, aki konkrétan nem szívesen adja ki, hogyha felírja az orvos valakinek. A imádott nőgyógyászom, nem fogom nyilván most a nevét megmondani, ő azt mondta, hogy az 70 éves anyukájának is adja talán felett, vagy nem tudom mit, ő nagyon hormonpárti, mert azt mondja, hogy egy csomó, egy csomó olyan dologtól megvéd továbbra is minket, amitől 50 körül válunk, most a szív, a bőr, a, tehát hogy, hogy sokkal könnyebb megőrizni így egy, egy, egészséges, tehát hogy nem mindegy, hogy hogy élünk, tök jó, hogy hosszan élünk, és persze ennek van egy csomó ö, olyan, lehet egy csomó olyan ö, körülmény, ami miatt mégsem lehet szedni, ha valakinek trombózis, esra van hajlama, vagy a családban volt merrák, hogy ilyenek, de ha valaki egyébként rendben van, akkor ő például támogatja. Na de ezzel szemben én a médiában pont az ellenkezőjét tapasztalom. Azt, hogyha például egy ilyen témáról szó esik, akkor, akkor ott azért elég egyértelműen ellene vannak. Akkor csak hormont ne, ez, ez, ez nagyon nem tudom. Megmondom őszintén, szerintem az egész valahogy onnan ered, hogy körülbelül 15 évvel ezelőtt csatszolom, volt egy nagyon, hossz, nagyon hosszú cikkezés arról, mert akkor jött ki valamilyen amerikai eredmény, hogy emelte a merrák kockázatát. De aztán később ezt felülírták, csak mert ahogy ez szokott lenni, a cáfolat már nem jutott el. Csak az, hogy megint pánik lett ebből, aki szette azonnal abba hagyta, Én is emlékszem, hogy nekem is volt olyan nőrokonom, akit azonnal leállította a nőgyógyász. És az a nőrokonom azt mondta, hogy az volt az élete tíz legjobb éve, amíg szette. És most ezzel nem akarok reklámot csinálni, mert, én, mert nincs, igazából nincs ebben kialakult véleményem, hogy meg, meg, szerintem minden ember más, és tényleg van, ahol, ahol nagy galibát okozhat egy ilyen máshol, meg van, akinek lehet segít, mint ennek a rokonomnak. Azért nehéz, és pontosan nem véletlenül kérdeztem erre rá, és utolsó kérdésként mindjárt fel is teszem, hogy milyen cikket írnál a menopauzáról most ebbe a pillanatba, hogyha ez lenne a feladat, hogy, hogy hogy olvasol egyszer ezt, mondjuk a sajtóban, aztán olvasol azt. Szerinted mi az, ami a leginkább ködös ebben a pillanatban a nők fejében? Vagy mi az, amire leginkább szükségük lenne? Tehát miről írnál én most Én pont leginkább? erről a perimenopau... Mond, mondd ki, légy szíves! Perimenopauza. A mere, tőle, mere, csináljuk úgy, hogy na. te én pont, és akkor csak kimondom a szót, és te folytatod. Jó. Tehát, hogyha én most cikket írnék, akkor legszívesebben a... Perimenopauzáról. Val, még egyszer, még egyszer, még Ha én most cikket írnék, akkor legszívesebben a, a Perimenopauzával foglalkoznék. Köszönöm szépen. Itt dolgoznak mert, össze egyébként köszönöm. egyébként tényleg így dolgoznak össze. Ö, és azért erről írnék, mert erről van szerintem a legkevesebb információ, és nagyon össze van. Ö, mosódva, bár tulajdonképpen nem véletlenül ezzel az életközepi válság dologgal. Úgyhogy szerintem a lelkünkkel még kell foglalkozni, egymást támogatva, úgyhogy nem valamiféle ebbe a, nem is tudom, hogy mondtad, az nagyon tetszett, tehát nem, idézőben az, 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 a banya, banyakor, banyakor, banyakor igen, tehát hogy, hogy, ne degradáljuk, és ne, ne kezeljük úgy, mint hogyha, mint hogyha tényleg szükségszerűen sárkányá változna mindig, mindig és végérvényesen mindenki ilyenkor. Ez tudod olyan, mint az anyós viccnél, hogy hagyjuk, egy jó, röhögünk meg minden, de ne, ne, ne. Ez Igen, de ne, ne, így gondolkozzunk, és ne, ne süssük rá, hogy mostantól, mostantól mi menthetetlenek vagyunk, hanem pontosan talán azt hiszem a humor nagyon kurszó ebben, hogy én ha írnék, akkor megpróbálnám összeszedni a a humoromat, és valahogy úgy kezelni, hogy ne, ne vegyük, miközben tisztában vagyunk mindenféle egészségügyi körülménnyel és dologgal, ne veszítsük el a humorunkat. Hát és az a... soha ne veszítsük el. az nagyon fontos. És ami szerintem még nagyon fontos, hogy ez egy kicsit olyan, és azt tapasztalom, és ez az egész beszélgetés sorozat, mint a régi kalákák, a fonók, tehát ahol a nők tényleg meg tudták azt beszélni, amilyen problémájuk van, és ma ez a ez a leg, ez, egy, ez egyre kevesebb. És erre nagyon jó akár egy ilyen online felület, vagy a sajtónak nagyon nagy szerepe van ebben, hogy ezt hogyan közli, és uh, hogyan tálalja, és mennyire maradnak nyitottak erre a nők, úgyhogy ne legyen másként, maradjunk nyitottak, Kuruc Adrián, köszönöm szépen, köszönöm hogy szépen. a vendégem voltál.